Az elmúlt 4 évben főleg a rendőrök, tűzoltók, navosok és egyéb hivatásosok munkáját mutattuk be. Meglepő lehet a mai videó címe, így már az elején leszögezném, ezek a sorozatok folytatódnak. Hamarosan érkezik például új rendőr lettem a pofátlanítókkal, illetve újabb elfogós célkörözési osztályos videó is, de forgatunk aktívan a mentőkkel, sőt új kéklámpás sorozatok is lesznek, például a közút közreműködésével. Kis csapatunk azonban fejébe vette, hogy néha szívesen kitekintenénk olyan munkák, hivatások, szolgáltatások hátterébe is, amik civil szemmel nem látható kulisszákat mutatnak be, és amelyek nem feltétlenül a kéklámpás irányba tartoznak. Megkeresett nemrég minket az Accent Hotels lánc, hogy velük együtt pillancsunk be a szállodák kulisszái mögé. Így Instán megkerestem, szeretnétek-e ilyen videót, és mivel a visszajelzések jók voltak, igent mondtunk. Így tehát ma viszonylag rendhagyó módon egy budapesti belvárosi és egy vidéki wellness hotel segítségével betekintünk olyan helyekre és azokban a munkafolyamatokba, amikbe egyébként az átlag ember vagy egy hétköznapi szállodai vendég nem láthat bele. Megnézzük, mi van a wellness medence alatt, hogyan történik a szobák takarítása, de az is kiderül, mennyit tesznek a vendégek, vagy milyen különleges kérésekkel fordulnak a személyzethez. Egy szóval minden, amit nem tudtál egy szálloda kulisszatitkairól. Ma tehát a szállodák kulisszatitkai lesznek terítéken. Ellátogattunk 2 létesítménybe, hogy utána járjunk, mik azok a dolgok, amik a háttérben húzódnak és amik a vendégek számára rejtve maradnak. Mindezt a budapesti T62 és a sikondai Ambient szálloda segítségével tudjuk bemutatni. És az sem véletlen, hogy 2 ennyire különböző szállodában forgatunk, de erről majd később. A stratégiánk az volt, hogy pozícióról pozícióra jártunk és kérdezgettük a munkatársakat a feladatukról, kulisszatitkaikról. Kezdjük is az elsővel. A front office manager. Lényegében ugye a recepciónak a vezetése, ez együtt a bárnak a menedzselése az én feladatom. Ez a front office manager, ez nem egy recepciós, hanem ez ennek a sokkal több, hogyha jól értelmezem, mert az irányítója vagy ennek a menedzsment részének. A szállodai recepciósnak sokkal több mindent kell elvégeznie. Tehát itt ebben benne van igazából az, hogy a vendégeknek bármilyen kérése érkezik, azt nekünk tudnunk kell kezelni. Szoktatok ilyen nagyon speciális kérésekkel találkozni? Olyan kéréseket szoktunk teljesíteni, amiket utána nem feltétlenül adunk tovább, de valóban vannak érdekes kérések, ebbe beletartozik olyan, hogy Balatonra néző szobát szeretnének kérni, így Budapesten belül is szeretnének akár tengerre néző szobát, tehát egy így ilyesmi műemlék, szobákat. De például a legérdekesebb kéréseink közé tartozott az is, hogy valaki egy DJ pultot akart rendelni a szobájába, és hogy én tudok-e neki megfelelő DJ pultot találni. És mondtam, nyilván mivel ez nem az a szakmám, ezért nem tudok. Akkor mondta, hogy járjak utána, és szerezzük meg, és akkor hát ott álltunk így közösen a vendéggel együtt, és összehoztuk neki, hogy szerezzünk egy DJ pultot. Milán felkísért minket az egyik frissen vendégek által elhagyott szobába, hogy megnézzük, mi történik, miután kicsekkolunk egy szállodából. Már is megnézzük, remélem, nem tudom benne semmi érdekesen. Szoktatok? Szoktunk érdekes Köszi. Dolgokat találni. Egyébként általában töltőket hagynak itt, esetleg bármi olyasmi, amilyen készpénz, vagy bármilyeneket szoktak még bent hagyni. Így általában azért ez a legjellemzőbb rumni, amit így hagynak. Volt már olyan, aki komplett ilyen kaja készleteket hagyott itt szanaszéjjel a szobába, tehát voltak így a földet látta, vagy bármi ilyesmi. Hát ez még azt mondom nektek, hogy ez egy rendesebb szoba. Uh-huh. Ez az, ami inkább így úgy tudom mondani, hogy ez szerintem még egy tisztább szobának mondható. Ennél azért tényleg szokták rosszabb állapotban ott hagyni. Ugye ez kultúrája is válogatja, tehát inkább az ázsiai kultúra jellemző, hogy ők rendben szoktak itt hagyni a szobákat. Más kultúrákra pedig az a jellemző, hogy kifizettek egy szolgáltatást, ez a szolgáltatás ki van fizetve, ezért kvázi az én takarítóm, az én cselédem. Ez ennyire tehát egy nyomon követhető, hogyha mondjuk tudjátok, hogy egy ázsiai származású ember bérel ki a szobát, akkor már eleve úgy számítotok rá, hogy na itt valószínűleg rend lesz, mert hogy mondjuk ez olyan kultúrájába jött, ahol így rendet tart. Változó azért, nyilván az embere is válogatja ezeket a dolgokat, de vannak dolgok, amik által azért jellemzőek szoktak lenni. Ez a téma viszont már tulajdonképpen a következő kör, így át is veszi a szót az ebben kompetens dolgozó. Ezt azonban már a sikondai Ambient Wellness Hotelben folytatjuk. Ellentétben a T62-vel itt a vendégek 95%-a magyar, így a szokások is nagyban eltérnek. A housekeeping. Én vagyok, tehát a housekeeping menedzser vezető vagyok, akinek az a dolgom, hogy a kitakarított szobákat átvegyem, illetve az érkezőket. Miután a lányokat elindítottam munkalapjukkal, a kezükben elindítottam utazószobákat és napi takarítás szobákat kitakarítani, ezáltal én elindulok és átveszem a mai érkezőket. Jó, ide megyünk ebbe a 224-esbe.
Elvileg ez most üres, nem? Így van, de ettől függetlenül mindig kopogunk, tehát csak úgy megyünk be. És akkor ez lesz az a szoba, amit most átveszek, viszont ide be kell készítenünk nagyon sürgősen pótágyat és kutya bekészítést is, mivel hogy a vendég most jelezte, hogy azt is hoznak magukkal. És szerintem egyébként nagyon sokan nem gondolnák így hirtelen, hogy ez mennyi plusz feladat, mert ugye azt gondolnánk, hogy simán csak annyi, hogy be van dobva plusz így egy ágy. Így van. De hogy mondjuk én nem tudom, hogy még mi minden van, de mondjuk például feltételezem, hogy a köntös, meg az ilyesmi. Hát wellness szállodaként, igen. És akkor érkezéskor meg derül ki egy családnál, hogy egyébként jön még egy 12 éves gluténmentes étkezést igénylő kisgyerek. Igen, ez akkor már a konyhának okoz komolyabb feltörést. Igen. Illetve már volt olyan is, hogy olyan szobát foglalt be a vendég, ahova csak kifejezetten egy pótágyat tudunk betenni, mert ugye megvannak a szobáink határozva, hogy nem egyik szobába fér el két pótágy. Ő egy gyereket előrejelzett, hogy hoz, viszont kettővel érkezett, ott meg már nem elég, tehát az már nem megoldás, hogy ott egy plusz egy pótágyat beteszünk a lefoglalt szobába, ott már valószínűleg a recepciónak egy komoly logisztikát igényel, hogy átpakolja esetleg egy másik szobába a vendéget, mert hogy nem fogja tudni betenni, vagy nem tudjuk betenni a két pótágyat. Legalább ilyen bonyolult témakör szerintem az a terület, amit még annyira sem láthatunk vendégként, mint a tisztára készített szobákat. Elképesztő üzemeltetési rendszerek állnak ugyanis az ilyen épületek, komplexumok mögött. A T62-ben például egyetlen egy laptopról akár otthonról is tudják a szálloda minden elektronikai beavatkozását elérni. Az összes lámpát, generátort, a fűtést, a kazánokat, a biztonságtechnikát is vezérelhetik, és belenyúlhatnak pillanatok alatt. Ha a 152-es szobában valaki szeretné a fürdőszobában a törölköző fűtést bekapcsoltatni, azt a technikus akár a saját nappaliából is egy gomnyomással irányíthatja. Minden mögött persze óriási, nagyon modern rendszerek és titkos helyiségek állnak kábeltengerekkel. De érdekes téma például az is, hogy mit találhatunk egy wellness részleg kulisszái mögött. Mi most jelenleg a wellness részlegünk legfelső szintjén vagyunk. Itt vagyunk a Sauna Parkban, ahol van egy külső rész, egy külső terasz rész és egy belső rész. Belül található egy nagy finn szauna, aromakabin, két infraszauna és egy gőzkabin. Alattunk egy szinten található a nagy wellness részlegünk. Lent négy darab beltéri medencénk van, egy nagy élménymedencénk, ami körülbelül 230 köbméteres medence, tehát 230 ezer liter víz. A varázslatos wellness részleg alatt azonban nagyon komoly logisztika húzódik meg azért, hogy ez az egész működni tudjon. Lementünk és megnéztük ezt is. Felettünk van a kültéri nagy 500 köbméteres medence. Annak a víze, ami túlfolyik a túlfolyó rácsokon, az lekerül ide, és a mögöttünk, a fal mögött egy óriási 50 köbméteres puffer medence van. Ez egy kiegyenlítő medence, és ebbe kerül bele a kútnak a vize is. Tehát mind a medencének a túlfolyatott vize, mind pedig a kútnak a vize, az ide érkezik bele. A tűrő tartályokba üvegtöltet van, üveghomok, ami megszűri a vizet. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy fölülről érkezik a víz, benne pedig, hát most felnagyítva, így vannak a szűrő kavicsok, és a fosz, ami fölülről érkezik, a kettő között megakad. És ezáltal megszűri a szennyeződést. Itt lent történik az automatikus vegyszer adagolás. Ott vannak a kijelzők, ott van a pH érték, hogy 7,2-es pH értéket szeretnénk kérni, és be van állítva a klórszint, itt lent 1,1-es szintre. Víznek a kémiája nagyon gyorsan tud megváltozni, még egy nagyobb medencében is. Mondok példát, hogyha mondjuk egy nagyobb 50 fős csoport egyszerre megy bele a medencébe, az a klórszintet automatikusan le fogja csökkenteni, és az adagoló meg fogja növelni a klórszint adagolást. De a pH értéket is fel tudja vinni, akkor pedig a sav adagolást fogja szervezni az adagoló rendszer. Ezeket az értékeket nagyon gyakran ellenőrzik ők maguk is, megnézzük, hogyan működik ez a vizsgálat. Vettünk egy vízmintát és egy hőmérsékletet is mértünk, így van, 31,5 fokos a nagy élmény medencénk. Ilyenkor van egy speciális műszerünk. Mérezted a spektrumban, van egyébként a megengedett klórmennyiség, szóval gondolom, hogy az se jó, hogy túl kevés, az így van, sok. Pontosan. Mennyire nehéz betartani, mennyire széles? Az ilyen típusú fürdőknél a 0,3-tól a 0,9-ig az a jó, az ANTS még elfogad 1,1-es szintet,
És kijött az eredmény, 0,8. Aha. Ez tökéletes. Akkor ez a 0,3 és 0,9 között tökéletes. Ez abszolút, abszolút így van. A technikai elmélyülés után kicsit finomabb vizekre evezünk, megnézzük, milyen a konyha egy séf szemével. Hát csak egy-két érdekesség. Havi szinten használunk körülbelül olyan 6-11 ezer darab tojást. Tehát hogyha éves szinten ez felszorozva, ez olyan 100-120 ezer darab. Körülbelül mondjuk a kedvelt csirkemellből havi szinten fogy nagyjából ilyen 170 és 300 kiló között. Pedig ugye nem vagyunk nagyon nagy ház ezzel a 77 szobával, de azért ezek elég szép mennyiségek. 8 napos a mi csak büfé forgónak hívjuk, ezen van minden nap kétféle leves, ebből általában az egyik húsos, a másik egy valamilyen vagy krémleves, vagy valamilyen zöldséges leves. Van háromféle hideg előételünk, van ötféle főétel a hozzáillő körettel, és akkor vannak a desszertek. Én nem vagyok annak a híve, hogy ilyenkor teszem azt, vége a télnek jön egy tavasz, és akkor lecseréljük az egészet egyszerre. Nyilván azt is figyelem, hogyha valamit kitalálok, hogy tegyük fel a forgóra, és mondjuk nem fogy, tehát kétszer-háromszor benne volt a vacsorában, és mondjuk nem fogy, akkor azt leveszem. Tehát akkor fölösleges tartani. És nehéz egyébként ezt kudarcnak érzed meg, hogyha valamit felraksz, és nem fogy, vagy nem, csak úgy vagy vele, hogy ez most nem. Nem, kudarcnak nem mondanám. Ezt a vendég dönti el, tehát a vendégkör dönti el, hogy mi az, ami végül is rajta marad, és mondjuk mi az az újak közül, mi az, ami rajta marad, és mi az, ami lejön. És mennyire szeretsz kísérletezni, vagy mennyire a standard biztonságos kajákat próbálod inkább? Van, én azt mondanám, hogy ebből az ötféle főételből mondjuk három az, ami mondjuk ráül a vacsora, és a másik kettővel lehet kicsit kísérletezgetni, tehát egy picit így úgymond meghúzogatni az oroszlán bajszát, hogy vajon van-e rá igény, vagy érdekli-e őket. Leültem beszélgetni az Ambient igazgatójával is. Kíváncsi voltam tulajdonképpen, mi is a feladata egy szállodaigazgatónak. Napi szinten végigjárjuk a teljes szállodát, szállodai területeket, egyeztetünk kollégákkal, egyeztetünk részlegvezetőkkel a napi történésekről, illetve a várható eseményekről, felmerülő problémákat, esetleges vendégpanaszokat, döntéseket kezeljük, megoldjuk közösen. Beszélünk irányvonalakról, hogy miben tudjuk fejleszteni a szállodát, milyen eszközöket érdemes vásárolni. Tegnap például az étteremvezetővel áttekintettünk egy borlapot, hogy akkor ott milyen irányba haladunk. Nekem például a bor az egyik hobbim, úgyhogy itt lehet, hogy én egy picit mélyebben is belenyúlkálok, mint ahogy esetleg illene, de szerencsére Gyuri, az étteremvezetőnk ezt jól kezeli, és teret enged nekem is. A szélszvezetővel beszélünk árazási dolgokról, hogy működik az Ambient Hotel, hogy van egy tulajdonosa, de nem ő üzemeltet, hanem megbízta az Accent Hotels-t, aki menedzseli a szállodát, és a szállodaigazgató igazából gyakorlatilag a kettő között helyezkedik, helyezkedik el, és mindkét oldalról beszámol. A szállodaigazgatók többsége vagy sales vagy front office vonalról érkezett, talán a front office a legerősebb. Én is ebbe a körbe tartozok. Évről évre történő tanulás és tapasztalatgyűjtés volt, de mellette volt, tehát hogy ez nem iskolai tudás nélkül, de nem is csak arról szólt, hogy elvégzek egy egyetemet vagy egy főiskolát, és akkor... Szerintem elképesztően motiváló lehet az, hogy gyakorlatilag akkor konkrétan a recepciós pultból lettél szállodaigazgató. Egyetlen dolog maradt hátra. 4 évvel ezelőtt a jelenlegi formátumom első videója, amikor még a rendőr lettem sem futott, egy felszolgálói munkát bemutató epizód volt. Ezt történetesen látták is a hotel dolgozói, így nem hagytak elmenni anélkül, hogy kicsit beneálltam volna a pultba. Készítettem kávét, csapoltam sört, de még mojitót is csináltam. Vagy legalábbis próbáltam. Úgy is el fogok felásni amúgy. Dehogy? Nem fog kijutni, skacok. Dehogy? Nem hiszitek el, milyen para érzés most ez így, de... De most, ha mindenki elmenekül, akkor szállodaigazgató úr egy sörre meghívhatom? Na, akkor... Akkor egészségére a kettes, aztán mi tényleg mindenki elmenekült. És figyeljétek, leállítjuk a kamerát, és 2 perc van, nem lesz itt.
és tényleg el is fogyott minden. A konklúzió tehát, hogy nem is gondolnánk, mennyi minden rejlik a mögött, hogy mi kényelmesen pihenjünk abban a pár napban. Köszönjük a megkeresést az Accent Hotelsnek, reméljük, hogy érdekes tartalmat tudtunk nektek hozni. Ez egy szponzorált videó volt, amit azért vállaltunk el, mert szerintünk a téma érdekes. A forgatás ideje alatt pedig megismertük, sőt, aludtunk is a forgatások helyszínein, így szívből tudjuk ajánlani is ezt a két helyet funkciótól függően nektek is. Linkeket a leírásban találtok. A következő pár videó ismét a szokásos lesz, addig is sziasztok!